A kortárs képzőművészek mindennapjaiba is beleshetnek a negyedik alkalommal megrendezett műtárgyak éjszakája vendégei. A háromnapos esemény 50 helyszínen kínál programokat. Ezek egyike a Budapest Art Factory, ahol magyar és külföldi művészek dolgoznak. Például egy angol alkotó is, aki mostanában egyre többet foglalkozik a természetkárosítással. A csernobili atomerőmű közelében, Pripyatban tett utamon szerzett élmények igazán ráébresztettek arra, hogy az emberek képesek elpusztítani ezt a bolygót, mondta Michael Pettet. Nemrég egy megrendezett fotókat készítő művész is stúdiót nyitott a régi gyárépületben. Egy-egy ilyen kép mögött időnként több hónapnyi előkészület van. Mindegyik munkámat egy nagyobb kutatómunka előzi meg. Nagyon sok szimbólumot használok, nagyon sok referenciát használok, filmes vagy szépirodalmi referenciákat. A fiatal képzőművészek stúdióját több mint 60 éve alapították. Az Egyesület igyekszik a járvány ellenére is aktív maradni, ami nem könnyű. Sok pályázat, amire rendszeresen jelentkeztünk, illetve aminek a segítségével a tevékenységünket finanszírozni tudjuk, azok vagy nem kerültek meg hirdetésre, vagy csak kisebb összegű támogatást tudnak biztosítani, ezért elég bizonytalanná válik a mi helyzetünk is. A programok között workshopok is vannak. Az Óbudai Múzeumban például saját, kézzel festett porcelántárgyakat készíthetnek a látogatók, és a kiégetés után haza is vihetik majd őket.